Sziasztok, nagyon kellemes, szép napot nektek, örülök, hogy velünk vagytok, kis koncerto is üdvözöl benneteket, tartsatok velünk, nézzétek meg új szerzeményünket, amit kínálunk nektek, egy fekete színű lakfekete Kia Rio-t, ami 2011 8. havi forgalomban helyezésű és 94 000 km futású autó, láthatólag működik benne minden, hiszen kiadtak a kontrollámpát, jó, be volt húzva a kézifék is, már csak be kéne kötnöm magam, de most nem megyünk sehová. Kicsit hullik ez a szmötyis eső, vagy nem tudom mi, ez ilyen fáres és valami, és pöttyöződött az ablakra, ezt letöröltük. MP3-as CD rádiót kaptok, amihez csatlakozási lehetőségként AUX iPod csatlakozó USB-vel, manuális klímát kaptok hozzá, és egy 5 sebességes váltót még itt. Feri és Peti kollégám nem tartozik, hanem nem is tudom, nem fésülködött meg reggel Feri, ne haragudjatok. Beállítjuk a séróját, így látjátok egy 1.4-es benzinmotoros Rio-t nézegetünk, 75 lovas ez a CVVT motor, föl van a sorolva az extrák, ugye friss műszakival kínáljuk, és itt van mellettem a komplet háttér, háttér dolgai az autónak, tehát 2011 és 8. hóban került forgalomba, itt pedig a szervizkönyvét látjátok, egyéb leírásai, gépkönyvei pedig ugye itt vannak ez alatt. Itt egy két darab pohártartót találunk még, bal kéz felől kettő darab elektromos ablakot, ezek működnek is benne, mind a kettő, reméljük úgy is van. És akkor kicsit kívülről is megnézegetjük. Van benne ugye komputer, tehát tudjuk nézegetni a fogyasztást, állítható fényszóró magasság, nagyon szép ülés, és ugye úgy láttam, hogy ABS és memes stabilizátor is van a járműben. Aztán megnézzük a hátsó sor ülésünket is. Fejtámlás és térkép tartósa, minden igaz. Igen, és itt pedig kézzel tudjuk tekergetni az ablakokat le. Gondolom ez is ugyanúgy működik, mint a többi része a járműnek. És a kívülről megvizslatjuk, látjátok, egy gyönyörű szép fekete színű autót láttok. Gyári dísztárcsák vannak rajta, rendkívül jó állapotú és jó minőségi téligumi. Karcmentes a karosszériája, nincs rajta sehol külsérelmi nyom, teljesen hibátlan állapotú, ilyen huplik sincsenek benne, szépen belenézünk az oldalába, akkor szépen szalad rajta fény. Itt a hátuljában benne a pótkerék, szőnyeggarnitúra, kalaptartó és dönthető üléseket találtok. Nézzük meg a jobb felét is, ez pont ugyanolyan jó, mint a bal fele. Lámpái tiszták, látjátok, és hullik ez a kellemes kis apró vízcsepp. Tudtam, hogy nem nyitottam ki, szokás szerint, most pedig közösen veletek együtt megpróbáljuk megkeresni, hogy kell kinyitni egy ilyen autót. Könnyedén nyílik, most már biztos, hogy nyitva, megkéri Koncertot, hogy nyissa ki, sikerült neki. És akkor itt halljátok, itt ez a 16 szelepes 75 órás benzinmotor, ami szépen dolgozik itt a motor térben, sőt még egy gázadást is tudunk alkalmazni. Abszolút, veszi a lapot teljesen, ott az ABS, hogy a kiegyenlítő tartály, és tulajdonképpen nincs itt ezen tovább nézegetni, az autó könnyedén indul, szépen dolgozik, és egy nagyon szép fekete színben itt fogjátok megtalálni az M3 Autó Parkba. Várunk benneteket a kereskedésbe, köszönöm, ha nyomtak egy ilyen jelet a videó végére, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, várunk benneteket a viszontlátásra.